Betörések sorozata, hétrendbeli lopással gyanúsítják a fiatal férfit. Demeter András is ott lesz a parlamentben, Molnár László is értékelte a választás eredményét. Különleges halételek voltak a terítéken, Vári Szabó István szakképzőben készültek a finomságok. A város tüdeje lehet, környezetvédelmi nap az Erzsébet királyné térnél. Jó estét kívánok, ez a Halas Televízió híradója április 5-én. Köszönjük, hogy ma is minket néznek. Őrizetbe vettek egy 21 éves helybélit, akit hétrendbeli lopással gyanúsítanak. Sorban érkeztek a bejelentések betörésekről a kiskunhalasi rendőrkapitányságra március közepétől egészen tegnap előttig. Az akkor még ismeretlen elkövető éjszakánként csapott le a település több boltjára. Az esetek többségében a pénztárgépeket fosztotta ki, egyik alkalommal viszont 36 doboz cigarettát és 7 doboz szivarkát is felmarkolt. Megesett az is, hogy az üzlet ajtaja bizonyult erősebbnek, ugyanis azt hiába rugdosta a betörő, nem tudott bejutni. A kiskunhalasi nyomozók sejtették, hogy az esetek összefügghetnek, és sejtésük be is igazolódott, amikor a szálak egy 21 éves helybélihez vezettek. A rendőrök tegnap reggel elfogták a férfit pár órával az utolsó betörése után. A tolvajt hétrendbeli lopással gyanúsítják és vizsgálják, hogy bement-e máshová is, közölte a Bács-megyei rendőrfőkapitányság. A kiskunhalasi járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás kísérlete, kapcsolati erőszak és kábítószer birtoklás miatt vádat emelt egy kiskunhalasi férfival szemben. Az elkövető 2020 óta alkohol és kábítószer befolyása alatt élettársát többször bántalmazta, továbbá nyakához kést szegezve életveszélyesen megfenyegette, miszerint ha nem fizet lakáshasználati díjat, megöli. Volt olyan, hogy a vádlott betonvassal a végtagjain és a fején, egy kődarabbal pedig a lábszárán ütötte meg az élettársát, vagy épp a hajánál fogva rángatta. Az ügyészség a vádlottal szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza, bűnösségéről a kiskunhalasi járásbíróság fog dönteni, adta közzé a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Újabb átfogó rendőri akciókat tartanak a héten. A rendőrök a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrzik Magyarország közútjain. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózata hirdette meg a fokozott ellenőrzést április 4-e és 10-e között, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint segédmotorosoknál és motorkerékpárosoknál a bukósisak használatát vizsgálják a rendőrök, közölte az ORFK kommunikációs szolgálata. Egy másik razzia is elkezdődött, háromnapos közúti akcióban április 5-e és 7-e között ellenőrzik a teherautókat és buszokat, a közlekedésbiztonsági kockázatot jelentő személy és áruszállító járműveket szűrik ki és szankcionálják. A Halas Televízió megkereste a választáson induló jelölteket és a parlamentbe bejutó képviselőket, hogy mondják el gondolataikat a választás eredményéről, illetve beszéljenek terveikről. Tegnapi adásunkban Bányai Gábor a Fidesz-KDNP és Szabadi István a Mi Hazánk politikusa értékelt. Mai műsorunkban Demeter Andrást, a Fidesz-KDNP képviselőjét és Molnár Lászlót, az Ellenzéki Összefogás politikusát hallhatják. Kiskolás térségéből három országgyűlési képviselő is tagja lesz az új parlamentnek. Bányai Gábor az 5-ös számú választókerület megválasztott képviselője. A Mi Hazánk listájáról bejutott Szabadi István. Dr. Demeter András pedig a Fidesz-KDNP listájáról jutott be az országgyűlésbe. Hosszú napok, nagyon kemény munka van mögöttünk. Örülünk neki, hogy ennyien vettek részt a választásokon. Én azt gondolom, hogy a jelenleg világban folyó eseményeket az embereket nagyon foglalkoztatta, komolyan foglalkoztatta. Ennek tulajdonítom ezt a magas részvételi arányt. A választási eredményeket pedig annak, hogy a kormány eddig jó válaszokat tudott adni a felmerülő kérdésekre. Demeter András a háttérből már jól ismeri a parlamenti munkát, ám most ő maga is országgyűlési képviselő lesz. Az én feladatom a régi országgyűlési képviselőinek a
segítése és támogatása, amiben erőm és lehetőségem engedi. Azzal, hogy a parlamentbe jutok én is, ezek a lehetőségeim fognak erősödni, és tekintettel arra, hogy itt élek Kiskunhalason, értelemszerű, hogy a figyelmem egy kicsit jobban fog tudni ide összpontosulni. 10 éve segítem dr. Kerényi János munkáját, aki eddig a térség országgyűlési képviselője volt. Először a kormányhivatalban voltam a kabinetvezetője, majd ezt követően az országgyűlési titkára. Az országgyűlési munkáját segítettem eddig is, illetve a Törvényalkotási Bizottságban is a segítségére voltam. Eddig mint segéd, most pedig élesre fordul a helyzet. Molnár László, a DK, a Jobbik, a Momentum, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd képviseletében indult az országgyűlési képviselő választáson. 11.239 szavazatot kapott, így a választókerületben a második helyen végzett. Először is köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki támogatott, az aktivistáknak, akik segítették a kampányt, és gratulálni szeretnék a győztesnek. Az eredménnyel a magam részéről nem vagyok nagyon megelégedve, tehát ennél szorosabb eredményben bíztunk, de mi a magunk részéről mindent megtettünk, amit megtehettünk. Az országos eredménnyel meg nagyon elégedetlen vagyok, itt számomra meglepő eredmény született, az okait majd elemezzük és megvizsgáljuk, hogy hogyan tovább. Molnár László a jövő terveiről, feladatairól is beszélt. Felső szinten még nem egyeztettünk, itt helyben úgy gondolom, hogy mi építjük tovább a pártot, tehát most a DK-t, meg fenntartjuk az együttműködést, mert elég jól együttműködtünk a különféle pártokkal, és ezt szeretnénk folytatni, de elsősorban most a DK építésébe fogunk, megpróbáljuk a fiatalokat behúzni a DK-ba, hogy egy kicsit fiatalabb csapattal vágjunk neki a következő szezonoknak. Harcsa, gombóc, leves, fogasszelet mornai módra, dorozsmai molnárponty. Különleges halételek voltak terítéken a Vári Szabó István szakképző iskolában, ahol halakárt néven tartottak bemutatót szakmai tudásukról a tanulók Mondovics József cukrász szakács szakoktató segítségével. A céljuk az volt, hogy felhívják a figyelmet, hogy a halászlé mellett milyen sokféle étel készíthető halhús felhasználásával. Nagy volt a sürgés forgás a Vári tankonyhán, különleges menüsorral várta a vendégeket Mondovics József szakoktató. Tanítványaival hal menüsort állítottak össze, hal saláta, harcsagombóc leves, fogas szelet mornai módra és dorozsmai molnárponty is készült. Az egy alapanyagra épített menüsor jó rendezvény gyakorlat volt a fiataloknak. Mindezzel azt szerették volna demonstrálni, hogy halhúsból nem csak a klasszikus halételek készíthetők. A halászlé, igen. Vagy a rántott ponty, vagy a ponypörkölt, harcsa, paprikás, ez idáig körülbelül, amit a halból úgy gondolunk, meg ugye néha a sűrt hal, amit ugye régebben készítettek Balatonnál, ugye halamikor a valódi keszeggel, amit sütöttek, és onnantól kezdve így vége. A másik, ami probléma, hogy nagyon drága. Tehát egy közép keresetű család nem biztos, hogy megengedheti magának, hogy folyamatosan ezt fogyasszon. Jobban preferáljuk a többi húst, mint a halat. És ez igazándiból mindig egy ünnephez kötődik. Mert ugye legtöbbet akkor fogyasztjuk, amikor karácsony előtt vagyunk, és ilyenkor van még egy kis erőteljesebb fogyasztás húsvét előtt. A halételeket egy desszert is követte. Mi hazai nemesborunkat, a tokai asszút használtuk ennek a borhab krémnek az elkészítésére, és ezt a friss gyümölcsökkel tányérdesszertnek tálaltuk, és hogy legyen egy roppanos réteg, egy mandulás díjos grillázzal, ami megszórtuk a tetejét. Bányai Gábor országgyűlési képviselő is köszöntötte a halvacsora vendégeit. Mint mondta, bízik benne, hogy a turizmus és a vendéglátás ismét húzóágazat lesz a térségben. Legyen minél több olyan szereplő a térség gazdaság, aki a turizmusban látja a jövőt, és vendéglátás, mint ilyen, megalapozhatja azt, hogy egyrészt meglévő attrakciók, vagy új attrakcióknak köszönhetően lesz miért ide jönni. Szabados Sándorné igazgató helyettes úgy gondolja, az ilyen rendezvények jó példák arra, hogy a megújuló szakoktatásnak köszönhetően folyamatos naprakész tudással kerülnek ki a fiatalok a munkaerőpiacra.
igyekszünk követni a trendeket, a változásokat. Ugye a megújult szakképzés is ezt hozza magával, hogy a mindennapokhoz, az aktuális trendekhez igazodjunk a szakképzés területén is. Az iskolánkban a diákok a kiváló szakoktatóink irányításával képesek erre, hiszen olyan új dolgokat megmutatnak a diákoknak, amik a munkaerőpiacon majd nagyon nagy hasznukra válik. Ez egy fontos cél, hogy a minden, tehát az aktuális elvárásoknak feleljenek meg az innen kikerülő szakemberek. Ez lehet a város tüdeje. Környezetvédelmi napon vettek részt a szilárdis diákok az Erzsébet királyné tér közelében. A most még erdős bokros területen újra megjelent a víz, ez a Dongéri csatorna felduzzasztásának köszönhető. A fiatalok megismerkedhettek a hulladékradar működésével, és kémiai vizsgálatokat is végeztek a területen. A célunk az, hogy ezek kezdenek kiöregedni, hogy majd lecseréljük itt a területen ezeket a fákat őshonos fafajokra. Nagy tervek vannak ezzel az Erzsébet királyné tér közelében lévő erdős bokros területtel. Az első lépés a korábbi vizes élőhely kialakítása. Amit mi évek óta próbálunk megváltoztatni, ennek a csatornának a funkcionalitását, tehát ne elvezetés, hanem vízmegtartásra próbáljuk meg ezt átállítani. A várossal közösen küzdünk ezzel évek óta, és sikerült eredményeket elérnünk. Ennek a hozadékát itt látjuk, hogy hál' Istennek megjelent a víz, megjelent az élővilág, ami szerintem mindenkinek jó. Úgy is mondhatnánk, hogy a város tüdeje is lehet majd, hogyha sikerül abba az állapotba hozni, amiért büszkék leszünk. Ugye, ahogy most is szétnéztek, sajnos nem az az állapot van, amit azért szeretnénk. Ezen még dolgoznunk kell. Az első lépés az volt, hogy visszatérjen a víz és visszatérjen az élet. Utána a többi lépés pedig szépen szakaszosan fogjuk megtenni. A területen most a Szilády Áron Református Gimnázium tanulói végeztek kutatómunkát. A hulladékradar segítségével például bejelentették az illegális hulladék lerakókat, valamint felmérték a környék faállományát is. Volt makroszkópikus vízigerinctelen határozás, illetve az alapján biológiai indikáció, tehát vízminőség vizsgálat. Ugye különböző élőhelyeken különböző fajok élnek, úgyhogy próbáltuk ezt megnézni, hogy ebbe a víztérben milyen élőlények élnek. Volt fizikai vizsgálatok és kémiai vizsgálatok, itt foszfát, ammónium, nitrit, nitrát, pH mérések. Volt interjúvozás, tehát itt a környéken a gyerekek szétmentek, és járókelőket meginterjúvoltak, hogy ki mennyire ismeri itt a környéket. A Pintér Zoltánnal ugye ők csinálták a vízszintmérést, illetve volt odú kihelyezés, itt a természetvédelmi őrrel közösen a madarakat fölmérték, illetve odukat helyeztek ki. Most ez az április elején még erre alkalmas. Nasz Péter Pál is végigjárta az állomásokat. Számára az volt a legmegdöbbentőbb, hogy mennyire nem tisztelik az emberek a természetet. Nagyon sok szemét van sajnálatos módon. Például ott az utak mentén, arra fele, a mocsaras rész felén eléggé sok szemetet raktak le. Az intézmény vezetője úgy gondolja, ki kell menni a természetbe, hogy a fiatalok lássák, miért is kell nagy hangsúlyt fektetni a környezet megóvására. Tapasztalat, élmény, elköteleződés, felelősségtudat, biológiai ismeretek nyilvánvalóan, közös munka, szakértőkkel való együttműködés és a városért való tevékenykedés. Azt gondolom, hogy ilyesmik mozgattak most minket. Véradásra várják a halasiakat a helyi Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai. Április 6-án, vagyis e hét szerdán 9-től 13 óráig a Sétáló utcai Közösségek Házában lesz lehetőség véradásra. Ugyanezen a napon 14 és 16 óra között a Halasi Bibó István gimnáziumban is lesz véradás. Az adhat vért, aki elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be 65. életévét. Az első donáció esetén a felső korhatár 60 év. A véradók testsúlyának el kell érnie az 50 kg-ot és egészségesnek kell lenni. A véradáshoz szükség van a személyigazolványra, a lakcímigazoló kártyára és a tajkártyára is. 1987. április 3-án jelent meg a Halasi Tükör első száma, erre emlékezve rendhagyó címlappal látott napvilágot a heti lap legfrissebb kiadása. Az újság kiemelt figyelmet fordított a vasárnapi választásra és annak végeredményére.
A heti bűnügyi rovatban olvashatnak egy szomorú történetet, amelyben egy sörözői nézeteltérés került kis híján valakinek az életébe. A lap újságírója a kiskunhalasi származású meteorológussal Tóth Tamással beszélgetett arról, hogy bizony minden évszaknak megvan a maga szépsége. Egy 37 éves zasztavát újított fel a kiskunhalasi Csőke Zoltán, akinek valamikor ilyen típus volt az első autója. Most pedig, kedves nézőink, röviden összefoglaljuk, hogy mik voltak mai híradónk legfontosabb témái. Betörések sorozata, hétrendbeli lopással gyanúsítják a fiatal férfit. Demeter András is ott lesz a parlamentben, Molnár László is értékelte a választás eredményét. Különleges halételek voltak a terítéken, Vári Szabó István szakképzőben készültek a finomságok. A város tüdeje lehet, környezetvédelmi nap az Erzsébet királyné térnél. Kedves nézőink, ez volt a híradó kedden este. Kérem, tartsanak velünk még a következő bő fél órában, hiszen most jön az időjárás előrejelzés, aztán pedig a napi mozaikban a Sziládi emlékkonferenciára látogatunk el. Onnan láthatnak egy 8 perces összefoglalót. Fél 8-kor pedig kezdődik multidéző műsorunk, ez a Koktél újra keverve, amihez nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek. Köszönöm még egyszer, hogy velünk tartottak. Holnap este 7-kor Bakos László várja majd önöket. Viszontlátásra!